Gyászszünettel indult a mérkőzés. A csapatok Gerencsér Zoltánra, a kanizsaiak augusztus 6-án elhunyt szurkolójára emlékeztek. A játék tökéletesen kezdődött, hiszen Lőrinc Bence csapata első helyzetét a negyedik percben rögtön gólra is váltotta. A szilágyi keresztlabda, Lőrinc ez, Lőrinc leveszi mellel, Lőrinc két védő között megtudja, Lőrinc ellövi, és nem egy, nem kettő ilyen gólt láttunk már tőle Lendületben maradt a kanizsa, és a szerencse is a hazaiakkal volt, hiszen 5 perccel később Gondor a lövése után már 2-0-át mutatott az eredményjelző. birtoklásban is a csornaiak fölé nőttek a piros-kékek, és a hazaiak helyzetkihasználása is tökéletes volt. A 23. percben Kovalovszki indította el Szabó Patrikot, aki a Budaörsi duplája után ezúttal a pasztadott. A centerezésére török érkezett jó ütemben, majd a kapufa segítségével megszerezte csapata harmadik gólját. Fél félidő hátralévő részében nem forogtak veszélyben a kapuk, a kanizsa dominált, a vendégeknek pedig a védekezésen kívül másra nem futott az elejéből. A szünetben hármat is cserélt Gombos Zsolt, beállt János, Bélés az 50. percben az első kaput eltaláló lövéséből szépített a csorna, szalka lőtt 35 méterről egy bomba gólt. Ez azonban nem fogta meg a kanizsát, az 57. percben Béli szépségdíjas találattal állította vissza a három gólos különbséget. János érkezik, János, megtartja, Béli, Béli alábök, de gyönyörű gól! Az erődemonstrációnak itt még nem volt vége, a Kanizsa a 65. percben szinte lemásolta az első gólját, ezúttal Szökronyos játszott össze Bélivel, az etétől érkező középpályás pedig a szünetben Bálló Jánoshoz passzolt, aki közvetlen közelről nem hibázott. A hátralévő 20 percben visszaesett a találkozó Irama, egyik fél sem erőltette már a támadójátékot. A mérkőzés után Varga Péter, a csornanyag sportigazgatója elmondta, már az első 10 perc megpecsételte a sorsukat, hiszen két olyan akció után kaptak gólt, amire egész héten készültek. Hozzatette, az újonc gárdás hullám is alaposan megnehezíti a szereplésüket. Az első mérkőzésen 22 éves pályafutásom alatt még nem fordult elő, hogy két játékosunk, két meghatározó játékosunk szárkapocsontól és szenvedett ami nagyon hosszú felépülést vesz igénybe, nagyon hosszú idő, amíg ők visszatérnek. Majd az egyik meghatározó játékosunknak elszakadt a combizma. És ezt tetézi még a következő dolog, hogy a múlt héten az U19-ből felkerült center játékosunkat egy gól és egy 11-es után a 30. percben szintén le kellett cserélnem, ő, ma ő se állt a rendelkezésünkre, tehát van gondunk bőven. Gombos Zsolt szerint csapatát különösen motiválta, hogy megszerezzék az első hazai győzelmüket. Szerinte voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor fásultan mozogtak a játékosai, de mindenki a cserék is hozzá tudtak tenni, így nem túlzó a négy gólos különbség. Mérkőzés előtt az volt a fő cél, hogy próbáljunk meg optimális állapotban lenni. Ez többé-kevésbé sikerült, azért lehetett látni, hogy jó pár játékosom kicsit ö, enerváltabb volt, illetve, illetve elfáradt a végén, sajnos csak őt cserélési lehetőség. Volt, mindig eltervezzük a cseréket, de például a végén a Patrikot nem akartam lehozni, tehát ez egy kényszerű cseré volt, úgyhogy mindenki helytállt, tehát a cserék is, akik bejöttek, nagyon örülök a győzelemnek szükség volt erre a három pontra. A hétvégén a nyugati csoport fő bajnok aspiránsához az NB2-ből kieső harmadik kerülethez látogatnak Béli Milánék. A 17.30-kor kezdődő találkozót élőben követhetik YouTube csatornánkon.